30 éve arra vágyom, hogy bejussak az élő adásokba, úgyhogy nagyon-nagyon boldog voltam, hogy ott tudtam énekelni, és nagyon megnyugtató volt az, hogy a zsűri részéről egészen másban találtak fejlődni valót, illetve kritikát, és magában az énekhangban semmit. Nekem a testmagasságomból eredő mozgás kultúra, illetve annak hiánya, amiben nekem fejlődnöm kell, nem kicsit. Én egyébként azért is jelentkeztem már így sokadjára, mert ezt is szeretném szakemberektől megtanulni, hogy kell jól mozogni, ne nézzen ki bénán. Hát a Mester Tamás igazából arra világított rá, hogy próbáljam már elfogadni magam, és ennek fejében tudnék én úgy kiteljesedni a színpadon, mint ahogy mindenki más. Tehát én a magasságomat nem tudom kezelni, nem tudom jól viselni, és ezért vagy bénán néz ki, amit mozgok, tehát ő használt egy kifejezést, a statikusságot, tehát hogy a statikus mozgást kellene megtanulnom. Tehát én teljesen mást kell, hogy mozogjak, mint az alacsonyabb vagy normál méretű emberek. Túlzást csinálnak az emberek belőle, és amúgy ez rosszul esik egy picit, és az egész életemet ezt kíséri végig, hogy 180 centi vagyok, tehát jó, az átlag nőnél magasabb, de én nem tudom, Magyarországon valahogy az ilyen kuriózumok valahogy nem annyira elfogadottak. Tehát szerintem külföldön elmegyek az utcán, a kutyát nem érdekel, hogy mekkora vagyok, még rádobhatnék egy szép magas sarkut is. Szeretem a nagyon magas, szép cipőket, de ilyen kis csutka cipőkbe járok emiatt, mert nem dobok rá még, mert már meghökkentő. Tehát itt valahogy az emberek nem annyira fogadják ezt el. És ezt most a zsűritől is megkaptam. Tehát ezt úgy képzeld el, hogy minden második mondat, tehát bemutatkozok egy idegen társaságba, a második mondat az az, hogy te hány centi vagy? Jaj, te ilyen magas vagy. És a hangsúly az ezzel párosul. Tehát, hogy én nem büszkeséggel tölt el, és nem tudom nyilván elfogadni magam, meg kihúzni magam, mert minden második mondatban azt kapom, hogy jaj, te ilyen magas vagy. És megint itt tartok, hogy kapok egy kritikát, ami megint a magasságomra vonatkozik. Tehát érted? Így hogy fogadjam el, így hogy legyen önbizalom, így hogy, amit tanácsolsz te is, meg mindenki. De Facebookon egyébként nagyon-nagyon sok pozitívumot kaptam az emberektől, és mindenki azt mondja, amit te is, hogy legyél büszke, mindenki magas szeretne lenni, tök szép vagy, húzd ki magad, mosolyog és vállald. Igen, csak utána elmegyek egy zsűri elé, aki szakmai szempontból kellene, hogy nézzen, és ugyanezt kapom. Nem tudom elengedni. Tehát nem tudom elfelejteni. Baromira jól esik, amit most az emberektől kapok tényleg. Tehát ez valószínűleg az én hülyeségem, mert mindenki másképp látja, és mindenki azt erősíti bennem, hogy ezt le lehet küzdeni, és hogy fogadjam el magam.